Szia! Szóval drágáim, most megmutatom a kertet, hogy nem mindig én szerepeljek. Elültettem a füvet, hogy látszik jobban. Hát, itt már növekszik egy nagyon kicsit. Itt van a pampafű. Itt van egy, hát, majdnem életben maradt tujafa, illetve fenyő. Itt megint csak pampafű. Bocsánat, nem lehet jól látni. Szintén pampafű. Megyünk tovább, nem állunk meg. Itt vannak a krizantinok. Itt, már szép nagyokám. Itt is. Hát itt minden van, nem is tudom igazából, hogy mik. Úgyhogy ez a kertem, mindjárt mutatom a cseresznyefát is. Látjátok, hogy ilyen homokos talaj van, kuka. Elérkeztünk itt a Leanderhez. 5000 forintért vettem. Hál' is ennek jó üzlet volt, mert azóta is él. És itt a cseresznyefa, ez egy éves, úgy tudom, hogy 2 év után hoz termést, úgyhogy várjuk, hogy legyen szép cseresznyénk. Igazából a kertem ennyi. Nézzük a kutyákat, gyertek. Ő a lány kutya. Ki elfutott, úgy hívják a Frida. Mindjárt csinálunk róla közeli képeket. Ő a Frida. Igen. Ő a Frida. Ő 1 éve jött. Másfél inkább, nem is 1. Ő itt a Max. Ő lassan már 3 éves, 2019. októberében született. És itt van a legsúnyibb, ő a Rocky. Ő is a Fridával érkezett, testvérek. Hát ők rosszalkodnak itt állandóan, túrják a földet, meg amit elérnek. Úgyhogy 3 kutyával nem könnyű etetés szinten se, meg sehogy. Úgyhogy nagyon gondoljátok át, hogy hány kutyát tartotok. Jó szándékból mondom. Egy kép is sikerült róla. Ja, hanem úgyhogy hát itt van egy ilyen garázszerűség. Itt vannak bent a teák, amit inni szoktam. Úgyhogy ez a kertem. Igazából mit fogok csinálni? Ma megnézem a Jackie Jill-t. Igen, itt látható a mikro, a radiátor. Itt egy kenyérsütő. Itt van az edzőgépem, amit jelenleg nagyon keveset használok, de majd fogok. Itt van egy ebédlőasztalom, amin ugye minden van. Okosóra. Itt az okosórám, amit föl kell majd töltenem. Itt van egy 6 kilós súlyzó. Ezzel szoktam. Mikor még kezdő voltam, ezzel a 4 kilóval. Van itt egy szekrény. Itt az ágyam. Van egy laptop, mellette egy ballagási képem az utolsó iskolából. Itt az ágy, kényelmes. Itt van a turbó, hiperturbó gépem, ahol van ugye egy Winchester. Itt a tévé, ahol éppen a családi titkok mennek. Úgyhogy így élek, próbálom megmutogatni az életem.
Úgyhogy nagyjából a Jack és Jill fogom megnézni. Most nem láttok, de a hangomat halljátok, mivel nem tudom, hogy kell fordítani a kamerát, majd tanulgatom ezt is, csak még most kezdtem el. Úgyhogy legyen szép napotok, aki dolgozik, annak jó munkát, aki nyaral, annak jó nyaralást, élvezzétek ki a jó időt, és remélem, hogy kapok lájkokat, illetve a követők száma is meg nő. Próbálok minden nap érdekesebb, érdekesebb dolgokat mondani, csak nem mindig tudok kijutni a lakásból, illetve ki tudok, mert hülyeség, hogy nem tudok, csak nem tudok mindig elmenni, mutogatni helyszínt, mert jogsim nincs sajnos. Így gyalog, nagyon kevés helyet tudok megközelíteni. De próbálok mindig a kerületekbe járni, mutogatni a helyszíneket, ugye a fagyizót is megmutattam. Úgyhogy még egyszer ilyen szép napotok, puszika!